Egy-két, egy-két. Most már tényleg nyakik benne vagyunk az őszbe, úgyhogy én arra gondoltam, hogy készülök nektek egy top 5 őszi férfi parfüm listával. Nekem ez az öt illat nagyon benne van a kedvenceim között, és ha olyasmi illatra vágytok, ami egyedi, egy picit úgy előtt az átlagtól, akkor tartsatok velem, szerintem tetszeni fog. Givenchy Serious Rouge ebben a vörösen izzó kis üvegben szerintem egy csodálatos nedű lakozik. Benne van a 90-es évek vonala, ami nagyon jól keveredik a mostani modern illatvilággal. Kicsit gyógynövényes, fás, pézsmás illatról van szó. A két különleges összetevő, illetve három, az a paprika, a kaktusz és a tárkony, ez adja neki ezt a picit ilyen gyógynövényes érzést, és ahogy fejlődik az illat, a pézsma és ez a fásság kezd belőle úgy kioldódni. Szerintem nagyon szexi, én simán el tudom képzelni ilyen pörgősebb hétköznapokra, bulis helyre, akár randihoz. Én nagyon-nagyon szeretem. Nem is kizárólag őszi, szerintem mindig alkalmazható, nagyon-nagyon tartós. Az üvege már nem feltétlen így néz ki, nem biztos, hogy ezt a piros verziót megtaláljátok. Ez egy picit azért, ez a régi verzió egy picit azért olyan dúsabb, melegebb illatú volt, ahogy írnak róla, de az új kiadás is, ami egy átlátszó üveg, azt is nagyon dicsérik, szóval szerintem bátran próbáljátok ki. Egy nagyon picit maradva a 90-es évek vonalánál, a Mugler Alien Man-nel, itt is ugyanazt tudom elmondani, hogy abszolút nem retro, abszolút nem egy ilyen régi módi illatot képzeljetek el, nagyon is modern, csak a kezdet, amikor kifújjátok, akkor van egy ilyen, ezt is jól értsétek, picit Axe-os, Old Spice-os sprays hatása. Na de ezt, hogyha megvárjátok ezt az 5 percet, akkor nagyon-nagyon jó illatot fogtok kapni, mert azután rögtön előjönnek a fűszerek, a bőr, a füst, a kakukkfű, a levendula, mély illat. Valaki azt írta róla, hogy nem is designer illat, hanem szinte már nisbe hajló, és szerintem is. Engem is megijesztett egy picit. Tetszett, de éreztem benne ezt a picit ilyen sprés vonalat, és aztán ahogy telt az idő, meg ahogy száradt, és ahogy fejlődött a bőrömön, azt mondtam, hogy úristen, ez az illat zseniális, imádom. Nagyon-nagyon férfias, kiemelkedik a tömegből, szerintem nem fog gyakran veled szembenni, és sajnos már azért sem, mert kezd eltűnni a piacról. És nem értem, hogy miért csinálják ezt a legjobb. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon jó parfüm, ha még találtok, mindenképpen vegyetek. Ánis, kaporment, kakukkfű, citrom, bőr, kasmír, bors, muskátli, borostyán, kasmír, a kasmír már mondtam, vanília, picit édes, fás, bőrös, füstös, egy ilyen aromatikus zöld illatot képzeljetek el, és alatta tényleg így jönnek elő ezek a meleg, fás tónusok. Nagyon-nagyon szeretem. És nézzétek meg ezt az üveget. Tök egyszerű, gyönyörű fakupak. Ez a fekete vonal itt, maga a lének a színe. Szerintem ez egy műalkotás, hát az illatról meg nem is beszélve. Lalique Encre Noir La Extreme. Aki ismeri az Encre Noir-t, és szereti, aznak az a jó hírem, hogy ez igazából majdhogy nem 100%-ig ugyanolyan, annyi különbséggel, hogy én ezt egy picit erősebbnek és olyan dúsabbnak, melegebbnek, még fásabbnak érzem az illatát. A fő illat, ami kiemelkedik belőle, az a vetiver, de alapvetően egy picit olyan cédrusos, erdei, fenyős illatról van szó. Nekem mindig az eső utáni erdő, illetve egy ilyen ázott faház jut róla eszembe. Szóval van egy ilyen ázott, vizes hangulata, maszkulin, férfias, nagyon-nagyon különleges illat, ez szerintem ez egy tényleg egy igazi gyöngyszem, ráadásul nagyon-nagyon jó áron lehet kapni, még mindig lehet kapni,
Hála annak a magasságosnak, és remélem, hogy ez mindig is így lesz, mert ez tényleg az egyik legnagyobb kedvencem már hosszú évek óta, és egyébként mindig akkor veszem elő azt a parfümöt, amikor esik az eső, mert nekem tényleg az jut róla eszembe, illetve ahhoz az időjáráshoz tudom leginkább kapcsolni. Van egy ilyen kicsit ilyen melankólikus, ilyen felhős hangulata. Imádom. Mr. Burberry. Látjátok ezt a kis csokornyakkendőt itt? Látjátok ezt a gyönyörű zöld színt? Látjátok ezt a hihetetlenül szép és egyszerű kupakot meg az üveget? Na ez az illat pont ilyen. Egy ilyen úriember, kicsit ilyen arisztokratikus, finom, előkelő illat, egy pici fuzsér beütéssel, tehát ilyen fodrászboltos beütéssel. Alapvetően egy zöld illatnak írnám le, amiben ott ragyognak a friss, zamatos citrusok, grapefruit, menta, levendula, szerintem ez adja ezt a fodrászos hangulatot, ezt nem tudom másképp leírni. A hangulat az olyan, mint amikor kijössz a fodrászatból, úgy jól érzed magad, jól nézel ki, egy inkben vagy, mész egy jó randira, sétálsz az utcán, napsütött utcán, felszabadultan. És van benne még cédrus, vetiver, szantálfa, ámbra és moha. Szóval alapvetően tényleg egy nagyon zöld illat, szerintem minden évszakban lehet használni. Ilyen elegánsabb öltözethez ajánlom. Nem egy 20 éveseknek való illat szerintem, de 30-on túl már szerintem nagyon-nagyon jól tud működni. Úgyhogy a Burberry illatok közül ez volt az első olyan, amit amikor megszagoltam, azt mondtam, hogy hú, isteni, nagyon-nagyon tetszik, körülbelül 25 éves voltam, de még nem éreztem azt, hogy erre én készen állok, és most így 37 évesen azt mondom, hogy egyszerűen fantasztikus. Annyira nagyon-nagyon kifinomult, előkelő, vonzó férfias illat, hogy hú, ha tehetitek, mindenképp próbáljátok ki. Utolsónak hagytam. Bár már lehet, hogy mondtam ezt, hogy kedvenc, ezt már elsütöttem, de ez is kedvenc. Eszméletlenül imádom ezt a parfümöt. Nem tudok rá elég dicséretet mondani, annyira nagyon-nagyon jó. Ez a Bentley abszolút. Abszolút. Már az üvege szerintem fantasztikus, nagyon-nagyon robosztus, nagyon jól néz ki, jó kézbe venni. Olyan az illat, olyan az üveg, amilyen az illata, tehát egy viszonylag sötét illatot képzeljétek el. Szóval szerintem ez tényleg leginkább ősszel és télen működik. Alapvetően fűszeres, borsos, nagyon-nagyon fás illatról van szó. Engem mindig a frissen faragott ceruzának az illatára emlékeztet, illetve ha emlékeztek, ezt akartam mondani, ha emlékeztek a Gucci Pure Homme régi parfümre, ez egy férfi parfüm volt, ami már megszűnt, arra nagyon-nagyon hasonlít, szinte teljesen az ikertesolya a mása, ez a Bentley. Van benne egy picit tömjénes illatvilág, de ez nem úgy van jelen, hogy ilyen templomos, ne úgy képzeljétek el, hanem fás, frissen vágott fa, ceruzaforgács, ezek jutnak róla eszembe, ezt tudnám hasonlítani. Tehát mindenképpen van egy ilyen természet közeli illata, amiben bors és fűszerek, talán kardamom hozza ki ezt az édes és maszkulin illatot. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezen az illaton változtattak. Tehát nekem van egy 2019-es üvegem, ami hát gazdagabb, mélyebb, még fűszeresebb, még inkább ilyen nis illatvilágba hajló. Ez már az új verzió, ez 2023-as kiadás, ezen már hát csináltak ráncfelvarrás, de még mindig azt mondom, hogy
És tehát, hogy a változás az annyi, hogy ennek a tetején van egy ilyen valami frissebb, picit még zöldebb illat, réteg, és ahogy szárad le, már kezd előjönni az a régi igazi Bentley, de az biztos, hogy a régi nekem egy picit jobban tetszett, szóval én nagyon-nagyon sajnálom, nem tudom, hogy ezt miért csinálják azokkal az illatokkal, amik már úgy nagyon-nagyon beváltak, és rengetegen szeretik. De még mindig azt mondom, még mindig nagyon-nagyon tudom ajánlani, mert ez tényleg még így is egy kiemelkedő férfi parfüm, és még így is nagyon-nagyon szeretem. Ez volt a top 5 őszi férfi parfüm listám, ha tetszett, akkor írjátok meg, illetve hogyha bármelyik parfümmel van bármilyen élményetek, tapasztalatotok, azt is írjátok meg, iratkozzatok fel. Ja, és nagyon-nagyon fontos, vedd fel a ruhád, és öltözz fel a parfümöddel.